Tegnap délután, egy 15 évvel ezelőtti kisfimemnek az anyagát kicsit újra vágtam, csupán a sorrendet cseréltem meg, és kitettem. Kitettem a felveteimre, az egy őrült naplójára, és azt hiszem észre, hogy tegnap délután óta, most már lassan 200 ezeren nézték meg, nem tudom, 4 ezer like, stb. És csak nő és mennek a kommentek. És persze tudom pontosan, hogy miért, mert lelkileg nagyon megfogja a nézőket Dr. Géci Gábornak, a fizikusnak, aki nemrég hunytál, szegény. Az élete, az emlékek jönnek föl, és ebben a filmben, a kisfilmben a Szántai Lajos műelődés történész is nyilatkozott nekem, és mások is. Egy gyúrtás értelmiségi, igazi Hoppány, harcos család. Szóval jó volt az anyag, nagyon jó élmények voltak akkor, úgy kb. 15 évvel ezelőtt, viszont ugye azóta is szólom a nyom tovább a dolgokat, járom a világot, jártam eddig a világot, és mi történik? A nagy semmi. Kommentek vannak, mindenki oszza az észt, és pont a munkának a végét nem akarja megragadni senki, legalábbis én ezt látom, és ezt mondják nekem is, azok az emberek, akik viszont keményen kecselnek a háttérben, hogy a pofázás megy, még mindig. Az élet telik, nem sokára mind elmegyünk erről a bolygóról, legalábbis az én generációm, és még egyszer kritizálás, pofázás, beállni ilyen-olyan áramlatokban, osztani az észt, de az, hogy valaki á, beálljon a közepébe, ne lopjon, független maradjon, szabad maradjon, és merjen gondolkodni és tenni, na, azokból aztán nagyon kevés van. És azok mennek el egyébként a leghamarabb. Tehát ezt mindenki tudja. Uh, igen, a keserűség és a gúny. Igen, kimerem mondani. A mélységes gúny és undor uh, készítette arra, hogy most a mobiltelefonomat ismét megragadjam, és ezt a rövid, rövid monológot elmondjam, mert tele a hócipőm, húsz éve elment, az összes maffiát ismertem, ahogy már sokszor elmondtam a nyilvános felületeimben, illetve ismerem mind a spirituális maffiózókat, mind a gazdasági maffiózókat mint Magyarországon, mint a nemzetközi uh, részen. Egy-két igaz embert megismertem, ők már vagy nincsenek közöttünk, vagy szegények mélységesen lapulnak, mint szara fűben, mert próbálnak ők is túlélni, bár bátor emberek, tehát félreértés ne essék. És én meg az egyszá fasz, uh, itt magamba még mindig mondom a magamét, de minek? Hát ennyi maradt, úgyhogy lehet, hogy még egy-két ilyen régebbi videót előszedek, minimális vágással, rövidítéssel még hatásosabbá tudom tenni. Lehet lájkolni, lehet nézni, lehet rinyálni, és arra vagyok kíváncsi, hogy vajon ki lesz az, aki egy, az az egy darab e-mailt fog írni nekem, hogy Hello Frici, mit lehet tenni? Most jut eszembe, hogy ma reggel, ma hajnalban kaptam egy e-mailt, ugye a hivatalos e-mail címemre, hogy mi lesz szeptember 30-án? Ugye mi a poszba, ahol kitettem ezt a régi kis filmet, oda írtam, hogy stay tuned, mert szeptember 30-án kezdünk. Hát visszaírtam az illetőnek, egy férfi ember volt, hogy miért? Mit szeretnél látni? Mit szeretne? Tehát két kérdéssel válaszoltam erre az e-mailre. Kínomba. Na jó, elég a locsugásból. A lényeg az, hogy még egy gyors reflexió a zene akad émia, Kb. tíz nappal előtti uh, szöszönetemre, kirohanásomra, gondolkodásomra hangosan. Az is nagyot ment, rengetegen nézték, természetesen ocsmány, undorító uh, megkeresések voltak privátban, kivétel két hölgy megkeresése, akiket ismertem a személyes múltomból, tisztelet nekik. Még a Bajer Zsolt is megosztotta a fejletén, lehet fosisztázni. Uh, viszont az összes uh, gondolatomat, minden, minden elhangzott szót tartok, és innen üzenem nektek, mindenkinek, akár ha Csák János is olvassa, vagy hallgatja ezt, amit most mondok, akár a Zsolti, Bajer Zsolt, bocsánat, nem tegeződök vele. Szóval mindenkinek mondom, hogy nem történt semmi, úgyhogy semmiféle debatt nem lesz, vagy dibét, ahogy ezt mondják helyesen angolul, ugyanis egyetlen egy ember ugatott vissza nekem eléggé bulgári stílusban nyilvánosan a Facebook el, az az amadindás rácúr volt. El lehet olvasni, kint van, hogy ha van vér a pucámba, akkor ő majd vitatkozna velem, dibétre kiállna velem. Csak hát úgy látszik, hogy szövegértésből, a drága művész úrnak, hát ugye vannak hiányai, nem erről van szó. Én szívesen kiállnék bárkivel vitatkozni, de nem erről szólt a videó. Úgyhogy, ha kell, azt csináljátok, abba jók vagytok. Mindenki védheti a Mundér becsületét, engem az nem érdekel. Engem mások érdekelnek, más minőségű emberek, melyből sajnos úgy látom nagyon-nagyon kevés van. És most ők valószínűleg nem bírnak, semben vannak. Ugyanúgy, ahogy van egy barátom például Erdélyben, aki egy eh, hagyományos, több ezer éves munkát végez egyedül, és tulajdonképpen ővel tudok egyáltalán beszélni ezekről a dolgokról őszintén és nagy mert a többiek, akiket én megismertem, sok-sok embert fönt, középen és lent, azt kell, hogy mondjam, használhatatlanok vagytok. Ezt vehetitek provokációnak is, bárcsak megemelnétek a seggeteket, nem érdekelnek a kommentek, nekem nem kell semmi más letenni az asztalra, minden kint van, nem kell bizonyítsak, csináljátok utánam, és akkor majd beszélgetünk. Úgyhogy minden jót, szevasztok!